A keresztény értelmiségi kör 2013. október 12-én hitismereti napot szervezett a hitéve alkalmából. Ezúttal Doroszlóra, az újonnan épült Szent János házba hívták össze az érdeklődőket. Most is három előadó szólt az emberekhez. Harmadiknak Mester Imre, szabadkai hitoktató az isteni üdvözítésről, a törvényről és a kegyelemről beszélt az egybegyűlteknek. Ezt hallhatják most. Dicsőtessékre Jézus Krisztus! Mester Imre vagyok, Szabadkáról jöttem. Van két keresztfiam, két keresztányom, három bérmafiam és két bérmalányom. És eredeti foglalkozásom szerint élelmiszeripari technológus vagyok. És ebből kifolyólag most az egyik szabadkai középiskolában élelmiszeripari szaktantárgyakat tanítok főleg, de újabban már hulladékfeldolgozókat is tanítok. És emellett a Szabadkai Egyházmegye Teológiai Katekétikai Intézetén elvégeztem a hitoktatói főiskolát, és akkor ebből kifolyólag meg ugyanazon a munkahelyen hittant is tanítok. Tehát abban a kivételes szerencsében van részem, hogy egy munkahelyen két foglalkozásnak megfelelően tudok dolgozni, ebből rengeteg érdekes élményem adódik, amit elég kevés emberrel tudok megosztani, mert elég kevés ember van hasonló helyzetben. Viszlát! Ma pedig ugye egy nagy megtiszteltetés ért, hogy felkértek arra, hogy itt ezen a hitismereti napon én tartsam a harmadik előadást, és hát biztos tudják, gondolom, hogy önöknek nagy többsége részt vett más hitismereti napokon is. Tehát ez egy olyan programsorozat volt, nem sokára már csak volt, amit a keresztény értelmiségi kör elnöksége arra való tekintettel hirdetett meg, hogy Benedek pápa az elmúlt évben meghirdette a hitévét. Tehát tulajdonképpen ez a programsorozat egy válasz volt erre a felhívásra, hogy a hit évében ismerjük meg jobban a hitünket. És akkor ezeknek a hitismereti napoknak az előadásain az alapot, a tulajdonképpeni alapvázlatát az előadásoknak a katolikus egyház katekizmusának az úgynevezett kompendiuma képezte, és tulajdonképpen ugye a négy hitismereti napon, tehát Szabadkán, Óbecsén, Nagykikindán és most itt Doroszlón, végig tanulmányoztuk ennek a kompendiumnak gyakorlatilag az összes fejezetét, még három van hátra, ez a három pedig Isten üdvössége, a törvény és a kegyelem, az erkölcsi törvény, a másik a kegyelem és a megigazulás, és a harmadik az egyház, anya és tanító. Tehát az előadásnak az első részében az erkölcsről lesz szó. Erkölcs. Ugye említettem, hogy középiskolában hittan tanítok, a másodikos középiskolások hittanjának a tanmenetében nagyon hangsúlyozottan jelen van ez a kifejezés, hogy erkölcs. Az ember erkölcsös személy, ez egy nagy témának a címe, és akkor ennek van több ilyen altémája, de újra és újra megjelenik ez a szó, hogy erkölcs, erkölcs, erkölcs. És ugye könnyen el tudjuk képzelni ezeket a 16 éves fiatalokat, akik alig várják már hétről hétre, hogy megint jöjjön az a szemüveges bácsi, és megint érdekeseket meséljen az erkölcsről. Úgyhogy elég sokat kellett az elmúlt néhány évben gondolkodnom ezen, hogy hogy is lehetne az erkölcs fogalmát megközelíteni. És megvallom, nagyon tetszett Didák testvérnek ez a megoldása, hogy ugye neki a lelkiismeretről, az erényekről és a bűnről kellett beszélni, és akkor azt mondta, hogy hát a bűn az már maradjon meg házi feladatnak. Én is szívesen megtenném, hogy azt mondom, hogy a három témám közül az erkölcs legyen a házi feladat, de nehéz lenne megtenni, mert ez az első a sorrendben, tehát valamit mondani kell róla. És akkor a középiskolásokkal nagyjából odáig jutottunk el, hogy az erkölcsből annyit meg tudunk érteni, hogy az erkölcsi rendszer lényege, hogy ha mi egy cél felé törekszünk, akkor kell, hogy legyen egy erkölcsi rendszerünk, ami abban segít bennünket, hogy ezt a kitűzött célt elérjük. És akkor, ha ezt így megbeszéljük, akkor már bevezethetünk még egy nehéz szót, egyelőre még ne a törvény, mert az túl nehéz, de mondjuk szabályok. Ugye mindig könnyű letisztázni azt, hogy a közlekedésben mennyire fontos az, hogy legyenek szabályok, hogy ne legyenek balesetek, és hogy el lehessen jutni a célig. Ugye vannak itt, akik nagyon messziről jöttek el ide Doroszlóra, és eljutottak a célig, hála Istennek, adja Isten, hogy hazafelé is eljussanak majd a célig. És hogyha ezt így elképzeljük, hogy úton vagyunk,
célba kell érnünk, akkor jó néven veszük azt, hogy vannak szabályok, amik azt a célt szolgálják, hogy oda is érjünk valamikor. Tehát azt is el tudjuk fogadni, hogy vannak erkölcsi szabályok. De tulajdonképpen ezek az erkölcsi szabályok milyen cél felé segítenek bennünket, na ez az, ami nagyon nem mindegy. Tehát ugye először is ez a kérdés tevődik fel, hogy tulajdonképpen mi az az erkölcsi törvény. És a keresztény erkölcsi törvény az ugye Isten bölcsességéből fakadó valami. És a következő megfogalmazása ennek a törvénynek, hogy a természetes erkölcsi törvény. Tehát a keresztény ember számára természetes, hogy annak az erkölcsi törvénynek az előírásait követi, ami őt afelé, a cél felé segíti, ami a kereszténységnek a célja. Ugye azt tudjuk, hogy egy keresztény ember életének mi a legvégső célja. Hallottuk is itt a mai előadásokban, hogy mi a mi életünknek a legvégső célja. És nagyon jó néven vesszük, és örülünk neki, hogy van egy erkölcsi rendszer, ami segít minket abban, pontosan utat mutat, hogy merre felé kell mennünk, hogy ezt a célt elérjük. De mi az, hogy természetes törvény? Tehát tulajdonképpen ezt a szót is egy kicsit körül kell járnunk, hogy mit jelent ez, hogy természet. Hogyha a lexikonban keresünk rá meghatározást, akkor ilyesmiket fogunk találni, hogy az anyagi világ, az élő és élettelen, a szerves és szervetlen, mármint a szerves és szervetlen, élő és élettelen anyagi világ, továbbá ennek a folyamatai, ezek foglalják magukba azt, amit a természet alatt értünk, és például a természet így első nekifutása nem foglalja magába azt, ami az emberi tudatnak a megnyilvánulása. Tehát adva van a természet, mint olyan, és van az emberi tudat, ami ezt megismeri valamilyen képpen, és akkor véleményeket, fogalmakat, elképzeléseket alkot róla. Tehát ez a meghatározás megengedi azt, hogy létezik a természet, ami az ember tudatától független, és az ember alakítson ki magának fölfogásokat arról, hogy hogyan fogja fel, és hogyan képzeli el ezt az egész természetet, tehát lényegében ezt az egész teremtett világot. És akkor ugye felfoghatja alapvetően kétféleképpen. Felfoghatja úgy, hogy ez a természet, az anyagi világ, mindaz, amit az anyagi világ magába foglal, öröktől fogva létezett, és ennek az anyagi világnak a törvényszerűségei fokozatosan bontakoztak ki, és egyre bonyolultabb formákat vettek fel, és ebben a folyamatban valamikor megjelentünk mi is, mint a természet alkotásai, és örülünk annak, hogy vagyunk. Na most ez a megközelítés lényegében, hogy az ateista, materialista filozófia, világnézet, ami egyrészt azt föltételezi, hogy ennek az egésznek nem szükségszerűen kell, hogy legyen egy alkotója, tehát ha nem kell, hogy legyen, akkor valószínűleg nincs is, és a másik pedig, hogy minden az anyagból indul ki, tehát az anyagban eleve benne rejlenek azok a törvényszerűségek, amik az anyagot szép lassan kibontakoztatják, és egyre bonyolultabb, egyre csodálatosabb formákat hoznak létre. A másik megközelítés viszont az, aminek jegyében mi most itt együtt vagyunk, hogy hisszük, hogy ennek a gyönyörű szép természetnek kell, hogy legyen egy alkotója, és azoknak a törvényszerűségeknek, amiket az anyagi világnak a működésében fel tudunk fedezni az emberi értelmünkkel, ezeknek a törvényszerűségeknek is kell, hogy legyen egy alkotója, mert nem létezhetnek törvényszerűségek úgy, hogy azt valaki ne fogalmazta volna meg. Na most, hogyha valaki az ateista, materialista világnézet alapjain állva ki akar magának tűzni egy célt, mi lehet az, amiért érdemes élni? Tehát, hogyha ezen a világon túl és ezen az életen túl nincs semmi, amiért érdemes ebben az életben áldozatokat hozni, hogy majd azt elérjük, ugye az örök életet, akkor itt ezen a világon belül és a földi életen belül mi lehet egy értelmes cél? Úgy tűnik, eléggé egyértelműen, nagyon sok ember úgy fogja föl, hogy ha már az anyag mindennek az eredete, akkor valószínűleg az anyagi javak birtoklása lesz az, ami boldoggá tesz bennünket, ugye? És akkor ez, hogy boldogok legyünk, ez lehet egy cél,
és hogyha ennek a boldogságnak az érdekében anyagi javakat kell birtokolni, akkor ugye arra fogunk törekedni, ezeket az anyagi javakat megszerezzük. És akkor most itt jön egy olyan dolog, amivel az előbb, ugye Mihály tanár úrnak volt egy jó kérdése a joggal és az igazsággal kapcsolatban. Tehát, ha ez a cél adott, hogy boldogok legyünk, az anyagi javak birtoklása tesz minket boldoggá, arra kell törekedni, hogy megszerezzük az anyagi javakat, akkor egy ilyen rendszeren belül milyen szabályokat, milyen erkölcsi rendszert lehet felállítani, hogy azért előbb-utóbb azért talán nem fogjuk egymást kiírtani, hogyha csak ennek a rendszernek megfelelően élünk. És azért volt nagyon jó ez a kérdés a joggal és az igazsággal kapcsolatban, mert ugye természetesen az ember, ha egy cél felé törekszik, akkor mindig kell, hogy hozzon szabályokat, mindig kell, hogy hozzon törvényszerűségeket, meg kell, hogy fogalmazza ezeket, mert akár milyen lapos az a cél, semmilyen célt nem fog elérni, ha nincsenek világosan kitűzött szabályok. Ugye ez világos. Tehát egy futballmeccset se lehetne lejátszani úgy, hogyha nem lennének szabályok. De az a csapat, amelyik vesztésre áll, az elkezdene gorombáskodni, és miért ne gorombáskodnánk, nincs szabály, ami miatt nem szabad gorombáskodni, és teljesen értelmét veszíteni az egész. Tehát ha az a cél, hogy anyagi javakat szerezzünk annak érdekében, hogy boldogok legyünk, akkor is kellenek szabályok, kellenek törvények, kellenek erkölcsi normák. Az egyik kérdés, hogy ezeket az erkölcsi normákat vajon be lehet-e tartatni, mert ugye azok a jogi szabályok, amiket az emberek fogalmaznak meg, azok valóban soha nem tudják teljesen fedni az igazságot. És másrészt, hogyha fednék is, hát ki az, aki rákényszeríti az embereket, hogy a szabályoknak megfelelően éljenek, ha egyszer nem az a cél végső soron, hogy mindannyian boldoguljunk, hanem az, hogy én boldoguljak. Tehát ugye ez az individuális hozzáállás, hogy nekem arra kell törekedni, hogy én boldog legyek. Hát most itt a többi ember, akik hát többé-kevésbé zavarnak engem az én boldogulásomban, de ha már itt vannak, akkor nézzük, mire lehet őket kihasználni annak érdekében, hogy én boldog legyek. Hát egy ilyen rendszerben nagyon nehéz szabályokat betartatni az emberekkel, mert hogy a szabályoknak meg az lenne a céljuk, hogy azért lehetőleg mindenki boldoguljon valamelyest. És akkor az a társadalmi rendszer, ami erre az egészre föl tud épülni, azt a nevet vette föl mostanára, hogy fogyasztói társadalom. Ugye látjuk, hogy nagyjából milyen és mire hasonlít, és a fogyasztói társadalomban nagyjából minden további nélkül megengedett az, hogy akik a birtoklásra törekszenek, azok kihasználjanak, maguknak alárendeljenek olyan embereket, akik alapvetően hosszú hagyományok, hosszú évszázados hagyományoknak megfelelően arra törekedtek, hogy egyszerűen éljenek, és egy egyszerű életet élve is boldogok tudjanak lenni. Milyen gyönyörűen fogalmaz Szent Ferenc ebben az imájában, az erények üdvözlésére írt himnuszában, amit ugye Didák testvér idézett nekünk, azt mondja, a szent szegénység megszégyeníti a világ minden kapzsiságát, fukarságát, és emlékszik-e valaki, mi a harmadik? Bravo! Remélem nem puskáztál. Tehát kapzsiság, a fukarság és az aggály. Milyen érdekes, hogy a kapzsiság és a fukarság mellé, amire mindannyian egyből azt mondjuk itt, hogy fúj, kapzsiság, fukarság, az aggályok kerülnek oda harmadiknak. Ha belefér az időbe, akkor lehet, hogy erre még majd visszatérünk. De minden esetben olyan jó hallani, hogy a szent szegénység megszégyeníti a fogyasztói társadalomnak ezeket a durva, otromba, már számunkra már-már elviselhetetlen megnyilvánulásait, mint amilyenek a kapzsiság és a fukarság. Na most, a társadalmi rendszer, az erkölcsi rendszer, és főleg, hogyha ezt emberek alkották, látjuk, hogy nem tud tökéletes lenni. Tehát még a fogyasztói társadalom sem tud magának olyan rendszert kialakítani, hogy ez tökéletesen az ő céljait szolgálja. Na igen ám, de hogyha nincs valaki, aki alkotta a törvényszerűségeket, tehát csak a természet van, és nem létezik a természet fölötti erő, akinek a létezése mindennek az eredetét megmagyarázná filozófiában, akkor létezik-e a tökéletesség? Hát nyilván nem létezik, mert fejlődik, egyre bonyolultabbá válik minden, de mondhatjuk-e azt, hogy egyre tökéletesebbé válik, ha nem tudjuk ezt a tökéletességet mihez viszonyítani. És hogyha nincs tökéletesség,
akkor arra nyilván nem is lehet és nem is érdemes törekedni. Ezt most azért hozom szóba, mert most mindjárt meg fogjuk nézni ezt az egészet a másik oldalról is. Tehát itt van ez a mi világnézetünk, ami szerint létezik az a természet fölötti erő, aki létrehozta a természetet, aki, ahogy az első pontban mondja, megszabta az erkölcsi törvényeket is, tehát azt mondja, hogy előírja az ember számára az utakat, magatartási normákat, amelyek a megígért boldogságra vezetnek, és tiltják azokat az utakat, amelyek eltávolítanak Istentől. Tehát, hogyha ez a valaki létezik, és hogyha ez a valaki a javunkat akarja, akkor a mi számunkra a kérdés nagyon egyszerű. Mit akar ő? Mi azt fogjuk tenni, és el fogjuk érni a célt. Boldogok leszünk, de végsősorban még a boldogság se nem a végső cél, azt csak úgy mellékesen kapjuk, mert a végső cél az, hogy eljussunk hozzá, és közösségben legyünk vele egy örökké valóságon át. Ez a mi célunk. És hogyha ez így van, akkor a mi kérdésünk az, hogy milyen erkölcsi törvényeket ír elő ő, annak érdekében segítsen minket a cél felé haladásban. Ugye, hogy így már egészen más megközelítésben látjuk az erkölcsi törvényt, és talán sokkal szebb fényben látjuk, mint hogyha csak úgy gondolunk rá, hogy jaj, hát azok ilyen keserves tilalmak, amik ugye megfosztanak bennünket az örömöktől, és megmérgezik a földi boldogságunkat. Az erkölcsi törvények, amiket Isten ad nekünk, olyan valami, olyan eszközök, amik egy nagy cél elérése felé segítenek bennünket. És akkor, ha Isten van, akkor van tökéletesség is. És akkor fölmerül a kérdés, hogy akkor nekünk szabad, kell és lehet törekedni a tökéletesség felé? Hát nyilvánvalóan igen, hiszen maga Jézus azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletessége. Érdekes kijelentés, mert lehetünk mi valaha is majd egyszer tökéletesek. Tehát annyira tökéletesek, mint Isten, nyilván mi emberek nem leszünk soha, de egyre tökéletesebbekké válunk, és ennek az egyre tökéletesebbé válásnak a kísérő jelensége a mi személyes boldogságunk. És ez jó. Annak ellenére, hogy soha nem leszünk olyan tökéletesek, mint Isten. Azon kívül azt mondja Jézus, hogy legyünk olyan tökéletesek, mint a mennyei atya, tehát legyünk olyanok, mint a mennyei atya, vagyis legyünk olyanok, mint az Isten. Hát nem veszélyes kérés ez, amikor, mintha pontosan ugyanezt mondta volna a sziszegő kígyó arról a bizonyos fáról, akkor azt mondta, hogy egyetek a fa gyümölcséből, és olyanok lesztek, mint az Isten. Hát nem pont ez a cél. Hát Jézus is azt mondja, hogy legyetek tökéletesek. Tehát nagyon fontos látni a lényeges különbséget, hogy Jézus egy hosszú folyamatról beszél, az egyre tökéletesebbé válás hosszú, végtelen, örökkévalóságig tartó folyamatáról, ami boldogság. A gonosz pedig arra próbálja rászedni az embert, hogy itt és most tegyél valamit annak érdekében, hogy ebben a pillanatban tökéletessé válj. Hát nem csoda, hogy az ember abban a pillanatban meghalt. Hát mi maradt utána, ezek után az ő számára? Megtettem azt, amit meg kellett tennem azért, hogy tökéletessé váljak, most mit csináljak? Tökéletes lettem? Nem. De egyszerűen nem tudok mit csinálni tovább, mert bedőltem ennek a csapdának, hogy azt hittem, hogy most tökéletes leszek. És az ember ott maradt a maga tökéletlenségében, és nem tud tovább fejlődni. Tehát ez történt ott annál a fánál, aminél a kígyó becsapta az embert, hogy elhitte, hogy egyik pillanatról a másikra olyan lehet, mint Isten, tehát tökéletes, nem lett az, és megmaradt ebben a fejlődés képtelenségében, hogy nem is lehet most már tökéletesebb, mert rossz utat választott végső soron. És tulajdonképpen ezt szoktuk szemléltetni olyan módon is, hogy ugye Isten megalapozott egy oszlopot, és mi vagyunk ez az oszlop, aminek egyelőre még csak az alakja létezik, és a cél az, hogy szép lassan felnövekedve beteljesítsük azt a küldetést, amit Isten adott nekünk. Például ennek az oszlopnak azt, hogy tartsa ezt a mennyezetet. És amikor az ember elköveti a bűnt, tehát lemond arról, hogy Istennek az útmutatását kövesse és egy másik utat választ, akkor megmarad ennek az oszlopnak az alapja, ami nem tud növekedni és nem tudja a küldetését beteljesíteni. Tehát
Azért van szükség innentől kezdve erkölcsi normákra, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy mi az, ami az ember számára jó, mi az, ami az ő érdekeit szolgálja, mi az, ami őt a cél felé, Isten felé, a vele való teljes szeretett közösség felé vezeti, és mi az, ami éppen, hogy meggátolja abban, hogy ezen az úton tovább haladjon. És akkor erről beszél majd a második rész, hogy felfogjuk ezt a törvényt, illetve milyen módon adja Isten nekünk ezt a törvényt. De maradjunk még egy kicsit ennél, hogy természetes erkölcsi törvény, és hogy tulajdonképpen mi is az a természet, és hogy mit is jelent az, hogy tudományosan megközelíteni a természetet, és tudományosan tanulmányozni a természetet, illetve a nem tudományos megközelítés. Egy borzasztóan súlyos dolog, és nagyon sok probléma fakad abból, hogy minthogyha valahol egyszer és mindenkorra lezárták volna, hogy amikor Isten létezését kizárva tanulmányozzuk az anyagi világot, azt mondjuk, hogy Isten nem létezik, tehát találjunk magyarázatot arra, hogy hogyan jött létre a világ, akkor ezt tudományos megközelítésnek kiáltjuk ki. Ez a tudományos. És amint azzal jövünk, hogy jó, tanulmányozzuk az anyagi világot, meg a természetet, de legalábbis tételezzük fel azt, hogy létezik Isten, akkor jön az, hogy hát jó, csináljuk, de ez nem tudományos megközelítés. Tehát ez a borzasztó megosztottság, hogy tudományos az, ha nincs Isten, ha van Isten, ha csak föltételezzük, hogy van Isten, akkor az már nem tudományos, ez borzasztó, és ebből rengeteg probléma adódik. Képzeljük el, hogy az oktatási rendszerünkben, iskoláinkban nem lehet hitelesen képviselni ezt az álláspontot, hogy már pedig létezik Isten. Legalább tegyük fel, hogy létezik Isten. Hanem csak abból lehet kiindulni, hogy ha Isten nincs, akkor mi a magyarázata annak, hogy világ van. És adott a tudomány erre magyarázatot? Mindebben a nagy 150 vagy több mint 150 éves igyekezetében. Tud valaki olyan elméletről, mint valaki letette az asztalra, és azt mondta, hogy hát ezzel én legalábbis megpróbálom megmagyarázni, hogy hogy jöhetett létre az anyagi világ úgy, hogy Isten nem létezik. Van ilyen? A filozófia az ugye más, amikor filozófusok feltételezik, hogy nincs Isten, és ebből kiindulva magyaráznak dolgokat, de hogy valaki természettudományos elmélettel magyarázatot adott volna az anyagi világ eredetére, én ilyen egyről tudok. Egyetlen egyről. Megkérdeztem a fizikus kollégámat, hogy magyarázza már meg nekem, hogy ez az elmélet miről szól, azt mondta, hogy ő se érti. Nem létezik az a tudományos elmélet, ami egy az egyben megmagyarázná, hogy hogy vagyunk mi most itt, de minden esetre elvárják tőlünk, hogy azért lehetőleg viselkedjünk úgy, mintha nem létezne Isten. Márpedig, hogyha nem létezik Isten, akkor egy az egyben félre lehet tenni azokat az erkölcsi törvényeket, amiket ő ad, és amiket mi azért nevezünk úgy, hogy természetes erkölcsi törvény, mert használjuk ezt a magyar kifejezést, hogy a mi számunkra az a természetes, hogy arra törekszünk, amit Isten akar. És nagyon rosszul járunk, ha kifordítjuk ezt az egész fogalmat, és azt mondjuk, hogy hát a természet az egy olyan valami, amit leválasztottunk a természet fölöttiről az örökké valóságról, és itt ebben a természet adta a világban kell úgy, ahogy boldogulnunk, és erre nekünk magunknak kell szabályokat kidolgozni, hogy ezt hogy tudjuk elérni. Látjuk magunk körül, hogy ez a megközelítés milyen eredményeket hoz, mennyi emberi boldogságot, ugye? És legalábbis reméljük, hogy ez a másik megközelítés, ez az az igazi járható út, ami sokkal több boldogságot hoz az életünkben már most, örökké valóságot pedig majd meglátjuk ugye együtt. Mindenki felfogja ezt a törvényt. Ez a katekizmus kompendiumának a következő kérdése, és ugye erre a szervezetünknek, a keresztény értelmiségi körnek a védőszentje adta meg a gyönyörű választ. Ugye Szent Ágoston, amikor azt mondta, hogy magadnak teremtettél, Uram, minket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, Istenünk. Tehát ez a természetes törvénynek, a természetes erkölcsi törvénynek egy kitűnő összefoglalása, mert ugye minden ember valahol a szíve mélyén érzi azt, hogy merre felé kellene törekednie, és mi lenne az ő számára a jó. De nem minden ember fogja fel, hogy léteznek azok az erkölcsi törvények, amik ő ebben segíteni tudnák, hogy azt az utat járja. Látjuk, hogy ezt nem minden ember fogja fel, és ugye Isten szeretné,
akarja, kifejezetten akarja, hogy mi a tökéletességre törekedjünk. A tökéletesség felé törekedjünk. Jézus ezt kifejezetten meg is mondta. Mondhatjuk így, hogy Isten így kódolt bennünket. Tehát ezt mondja Szent Ágoston. Úgy vagyunk kódolva, hogy Isten után vágyakozzon a szívünk, és erre törekedjünk. Viszont ugye a kódokat fel is lehet törni, és meg lehet szegni azokat a szabályokat, amiket a kódok védeni próbálnak, illetve el lehet térni attól az úttól, amely felé ez a kódolás vezetne bennünket. Tehát ezért vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ez nekem így túl bonyolult, én ezt nem értem, nem akarok ezzel foglalkozni, nem is hiszem, hogy ez egy járható út, keresek valami mást. És akkor ő nem fogja föl az erkölcsi törvényeket. De ha már a kódolás szóba került. Ugye tudományos vagy nem tudományos megközelítés. Ha nincs Isten, akkor tudományos, ha van Isten, akkor nem tudományos. És ugye az űrkutatásban azért építenek ilyen hatalmas rendszereket, hogy kutassák, hogy vannak-e értelmes lények más bolygókon is. És ennek az egésznek az alapja az a felfogás, hogy ha kódolt üzenetet tudunk felfogni a világűrből, akkor az a bizonyítéka lesz annak, hogy vannak értelmes lények, mert kódolt üzenet nem jöhet létre véletlenül. De az ember létrejött véletlenül. Hát akkor most hol lehet itt tetten érni a tudományosságot, meg a tudománytalanságot? Tehát nem mindenki tudja az erkölcsi törvényt felfogni, mert sokan nem is arra törekszenek, hogy annak az erkölcsi rendszernek feleljenek meg, amire Isten adta az erkölcsi törvényeket. Azt tudjuk, hogy mi az az erkölcsi rendszer, amit Isten a mi számunkra megfogalmazott, tehát az Ószövetségben ezt ő a 10 parancsolattal fogalmazta meg, amit mi nagyon jól ismerünk, és most itt ugye messze nincs elég időnk arra, hogy beszéljünk arról, hogy mennyire jók ezek a parancsolatok, csak az eddigiek értelmű, hogy röviden emlékeztetek arra, hogy van köztük egy olyan is, hogy ne lopj, ugye? És 10 parancsolatot is, ugye sokszor tanítják úgy, hogy felfoghatjuk, mint köveket, tehát ilyen útjelző köveket, amik megmutatják, hogy ez a helyes út. Ugye ezen kell járnod, és akkor a cél felé is. 10 parancsolatot is ezt sokszor mondják, és ugye Jézus is azt mondja, hogy a szűk ösvényen kell járni, nem a széles úton, ahol bókházhatsz ide-oda, mert teljesen mindegy, a végén csak el fogsz jutni valahova, hanem a szűk ösvényen, ami jól kival, pontosan kival jelölve, hogy merre kell menni. Ugye hegymászóként volt már olyan élményem, hogy a csoport vezetője megindult, és azt mondta, hogy erre kell menni, és közben egy olyan szűk ösvényen kellett haladni, aminek az egyik oldalán volt egy ilyen meredek emelkedő, tehát egy hegy, másik oldalán pedig ennek megfelelően a folytatás, tehát a szakadék, és közte egy olyan széles ösvény, ami egy ember úgy nagyjából elfér, de nagyon nincs lehetősége jobbra vagy balra félre lépegetni, mert akkor főleg, hogyha balra lép fél ebben az esetben, akkor baj van. És fölmerült bennem, hogy normális ez az ember, hogy ilyen úton vezet bennünket, tehát nem gondolja, hogy életveszélyben vagyunk. De hát végére jutottunk mindannyian ennek az útnak, mert ő pontosan tudta, hogy itt végig lehet menni, és pontosan mutatta az utat. Tehát Isten is ilyen pontosan akarja nekünk mutatni az utat, és nagyon pontos szabályokat akar megfogalmazni, hogy mi az, amit be kell tartanunk, hogy erről az útról nehogy véletlenül eltévejedjünk. No de, ha ismerjük az Ószövetségi Szentírást, akkor látjuk, hogy az egész nagyjából annyi arról szól, hogy az emberek mennyire képtelenek voltak betartani ezt az isteni törvényt, ami pedig egy nagyon jó célt tűzött ki eléjük. Én azt hiszem, az Ószövetségi ember lehet, hogy még jobban tudott lelkesedni ezért a célért, hogy eljutni Istenhez. Tehát nagyon szerettek volna ők arra törekedni. Továbbá annyira egyértelműek és annyira világosak ezek a szabályok, amik a 10 parancsolatban meg vannak fogalmazva, hogy nem nagyon lehet félreérteni, most mi az, amit megtehetek, és mi az, amit nem. És mégis látjuk, hogy az Ószövetség tele van értetlenkedéssel, tele van a választott nép tévejgéseivel, tehát még csak ott látszik igazán, hogy milyen sokan nem fogják föl igazából ezt a természetes erkölcsi törvényt se, meg az se, amikor Isten világosan megfogalmazza a számukra az útmutatásokat. És tulajdonképpen a 10 parancsolatot úgy is fölfoghatjuk, hogy ez egy mintakép. Tehát Isten megmutatja az embernek, hogy én azt szeretném, hogy ilyen lennél.
Tehát, hogyha olyan lennél, hogy eszedbe is jutna az, hogy a másik embert megöld, bármilyen módon kihasználd, megaláz, és hát közben azért engem is tisztelnél, mondja Isten. Én azt szeretném, hogy ilyen lennél. És ehhez képest nézd meg, hogy milyen vagy. Erről szól az Ószövetségi 10 parancsolat. És miközben ott vannak ezek a nagy tévejgések, a választott népnek a tévejgései, meg ennek a következményei, ugye különböző katasztrófák érik ezt a szegény népet, Isten ezt látja, és azt mondja, hogy nem az a baj, hogy erőködtök és nem tudjátok megtartani a törvényt, hanem az a baj, hogy a szívetek olyan, hogy a rosszra hajlik. Tehát hiába tudjátok, hogy mi a jó, egész egyszerűen a szívetek olyan, hogy a rosszra hajlik. Ezért majd a megoldás az lesz, amit Ezekiel próféta könyvének a 36. fejezetében olvasunk. Maga Isten mondja az ő népének, hogy új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. A szívetekkel van a baj, de én ezt is meg fogom oldani, mondja Isten, ki fogom cserélni. A kőszívet, a rosszra hajló szívet, hús szívre, vagyis jóra hajló szívre. És ezzel nem fejeződik be, mint tudjuk, az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok. Tehát maga Isten azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy hát micsoda dolog az, hogy ilyen egyszerű törvényeket is nem vagytok képesek betartani, hát ne csináljátok már. Azt mondja, hogy értem, hogy miért nem vagytok képesek betartani, és majd én magam gondoskodok arról, hogy betartsátok. Na és akkor ez lesz az új szövetség. Tehát, hogy az új szövetség, Isten ad egy szabályozást, szinte mintha csak azért, hogy kiderüljön, hogy az ember nem tud ennek a szabálynak megfelelni a maga erejéből, és jön az új szövetség, akkor Isten maga gondoskodik arról, hogy meg tudjunk felelni ennek a szabálynak, és nem ilyen kényszeredve, erőlködve, mint ahogy mind a két előadó nagyon szépen kifejtette, hogy ezt a részt különösen Vidák testvér, hogy azzal a rajzzal, hogy van a külső elvárási rendszer, és belülről indít bennünket a Szentlélek. Tehát az új szövetség ez pontosan ez, hogy a Szentlélek belülről vezérel bennünket. Abban, hogy Isten akarata szerint éljünk. És ez tulajdonképpen az, amit a katekizmus új evangéliumi törvénynek nevez. És akkor ez lett volna az előadásnak az első része, az erkölcsi törvény. És itt most áttérünk arra, hogy hogyan valósul meg az új szövetségben ez a kegyelemnek és a megigazulásnak köszönhetően. Tehát itt visszatérnék arra, hogy a Didák testvérnek a témája volt a lelkiismeret, az erények és a bűn az házi feladat, de a lelkiismeretről és az erényekről nagyon szép dolgokat hallottunk, és különösen azt, hogy ugye az erények azok nem cél, tehát ugye megint csak letisztázhatjuk, hogy nem az a célunk, hogy megszerezzünk erényeket, és akkor kész, és akkor kitűzzük magunknak a kitüntetést, hogy én okos is vagyok, meg mértékletes is vagyok, és minden erénynek a birtokosa vagyok, mert Szent Ferenc gyönyörűen megmagyarázza, hogy ez nekünk még csak nem is megy, hanem az erények eszköz, és akkor tulajdonképpen nekünk olyan nagyon érdemünk nem is lehet. Mert ez lenne a következő kérdés, hogy ugye most a mi célunk az úgy fog beteljesedni, hogy érdemeket szerzünk ebben a földi életben, amiket Isten elismer, beírja érte a pluszokat, az osztályzatot a naplóba, és azt mondja, hogy mehetsz a mennyországba, teljesítetted a követelményeket, elérted a célt. Ha egyszer maga Isten azt mondja, hogy tudom, hogy nem vagytok képesek még a legtermészetesebb, legegyértelműbb törvények szerint sem élni. De majd én gondoskodok arról, hogy úgy éljetek. Akkor hol a mi érdemünk? Akkor ugyebár minden érdem azért a jóért, ami a mi életünkben megtörténik, Istené. Minden jónak a forrása Isten. Nekünk nincs más dolgunk, mint az, hogy hagyjuk, hogy a mi életünkben azok a jó dolgok megtörténjenek, amit Isten nekünk adni akar. Ugye emlékszünk az evangéliumban arról, amikor Jézus azt tanácsolja a követőinek, hogy mondjuk magunkról csak azt, hogy haszontalan szolgák vagyunk, nincs semmi érdemünk,
mert csak azt tettük, amit parancsoltak nekünk, jó esetben megtettük legalább azt, amit parancsoltak nekünk. Ugye? És akkor, ha ezt megtettük, akkor mondjuk azt, hogy haszontalan szolgák vagyunk. Tehát először, hogyha azt akarjuk, hogy teljesedjen Isten akarata, és elérjük azt a célt, amire Isten meghívott bennünket, akkor először el kell ismernünk Isten szentségét és fenségét. Ugye az abban az imában, amit Didák testvér itt elmondott nekünk, és részben le is diktált, ebben is gyönyörű szépen benne volt. Tehát fölséges és dicsőséges Isten. Ugye mondta, hogy így szólítja meg Ferenc Istent azért, mert van egy célja, és ennek a célnak az érdekében imádkozik. És akkor úgy szólítja meg Istent, hogy fölséges Isten. Tehát a mi számunkra is ez az első, hogy elismerjük Istennek a fölségét és a szentségét. Mert ugye fölfogtuk, hogy minden jó ebből fakad. Ugye Teréz nővérnek az észrevétele volt, amikor Mihály tanár úr föltette a kérdést, kapott rá választ, és akkor Teréz nővér azt mondta, hogy az utolsó szó mégis a tekintélyé. Most itt tartunk ennél a mozzanatnál, hogy igen, a tekintély nagyon fontos. Tehát az, hogy egyszer és mindenkorra elismerjük Istennek a mindenek fölött álló tekintélyét. Azt, hogy ő az, aki korlátlan hatalommal uralkodik, pontosabban uralkodhatna, ha akarna az életünk felett, ezt minden további nélkül el kell ismernünk, egész egyszerűen azért, mert mi ezzel járunk jól. De hála Istennek, hogy az ő esetében nem a tekintélye az utolsó szó, mert ő irgalmas Isten. És még azt a kockázatot is vállalta, képzeljük el, hogy kinyilatkoztatta nekünk magáról, hogy ő irgalmas. Tehát nem maradt meg annál, hogy ő szigorú, büntető bírónak és ítélkező Istennek tüntesse fel magát, hogy tessék, megadta világosan a szabályokat, amik szerint élnetek kell. Ha teljesítitek a követelményeimet, azzal nagyon jól fogtok járni, de ha nem, akkor nagyon rosszul, már csak azért is, mert lemaradtok arról a jóról, amit készítettem nektek. És az épp elég büntetés lenne nektek. Hanem azt mondja Isten, hogy tessék, törekedjetek arra, hogy megvalósítsátok. Tudom, hogy magatoktól nem fogjátok tudni, majd én megteszem helyettetek, és ha mindez mellett netán nem sikerülne teljesen megfelelni az elvárásaimnak, a követelményeimnek, hát akkor vegyétek tudomásul, hogy én végső soron irgalmas vagyok. Hát ilyen Istenünk van. Hát ki ne lenne oda érte, és ki ne imádná, és ki ne ismerné el a szentségét és a fenségét, és azt, hogy milyen csodálatos, és majd nem sokára eljutunk odáig, hogy egyetlen dolog van, ami sajnálkozhatunk, hogy hát vannak emberek, akik ezt nem ismerték fel, hogy nekünk egy ilyen csodálatos Istenünk van. No de, ugye például a tékozó fiúról szóló példabeszédben is Jézus gyönyörűen kinyilatkoztatja azt, hogy Isten ilyen. Végső soron irgalmas és mindig kész a megbocsátásra. Mit csinál ez a tékozó fiú? Hát kérem szépen, a fogyasztói társadalom megnyilvánulásának a ne további az, amit ő csinál. Apám, adjál nekem pénzt, mert belőled engem semmi más nem érdekel, csak a pénzed. És én akkor leszek boldog, ha lesz pénzem, és azt csinálok a pénzemmel, amit akarok. Rendben? Rendben. És akkor miután rájön a tékozló fiú, hogy ez így nem megy, adná Isten, hogy minél több ember legyen, aki végre valahára kiábrándul a fogyasztói társadalom útvesztőiből, és keres egy másik utat, és akkor hát, ha rátalál az igazi útra. A tékozló fiú rájött, hogy ez nem jó. Volt ereje fölkelni onnan a disznók mellől, és visszamenni az apjához, hogy akkor most nézzük meg, hogy van-e valamilyen B-terv, hogy valami más megoldás is az én elszúrt életemre. És mit csinál az apja? Ugye itt jön ez, hogy nem várja bent, és akkor lesi az ablakon, hogy hát jön, de majd megvárom, hogy bocsánatot kérjen tőlem, és akkor majd beszélgetünk, hanem kirohan elé. Ugye? És hozat neki tiszta ruhát, még gyűrűt húzat az ujjára, és még mielőtt kinyithatná a száját, hogy bocsánatot kérjen az apjától, kifejezi, hogy mennyire örül annak, hogy hazament. Ilyen az irgalmas Isten, és azok, akik az irgalmas Istenben hisznek, és arra törekszenek, hogy vele legyenek közösségben, azok ilyen megsemmisítő vereséget tudnak mérni a fogyasztói társadalom kapzsiságára, fukarságára is, és minden egyéb dolgára. Meghívottak vagyunk-e valamilyen a keresztény élet szentségére?
Ez a következő fontos kérdés, és egyben ez az utolsó kérdés, amit itt a kegyelem és a megigazulás témájában le kell tisztáznunk. Hát, vajon meghívottak vagyunk-e mindannyian? Tehát, ugye igen? Igen. Tehát ezt a kérdést is kétféleképpen foghatjuk fel. Tehát az egyik az, hogy mindannyian meghívottak vagyunk-e az üdvösségre? Egyértelműen igen. Tehát Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És akkor nagyon nem akarja azt, hogy mi keresztények akár csak úgy halványan is eldöntögessük, hogy ki az, aki szerintünk méltó az üdvösségre, és ki az, aki nem. És pláne magunkhoz mértem. Ha én olyan vagyok, aki majd üdvözülni fog, akkor ez itt mellettem. Ez vajon ott lesz-e velem együtt a mennyországban, mert akkor nekem el kell dönteni, hogy szeretném-e, hogy ott legyen, vagy nem szeretném, hogy ott legyen. Tehát ez az, amit végképp meg se szabad, hogy engedjük még a halvány gondolatát se ennek, hanem ezt kell vallanunk, hogy Isten minden embert az üdvösségre hívott meg. Ha tetszik, ha nem, az, aki nekünk itt most nem szimpatikus, lehet, hogy ott lesz a mennyországban egy örökké valóságon át. Ezzel a gondolattal meg kell végülnünk, de majd meg is fogunk végélni. Ha nem. A másik vonatkozása ennek a kérdésnek, hogy hát ugye nekünk, római katolikus egyházban legalábbis vannak kanonizált szentjeink, akiket az egyház szenté avatott, és bizonyos értelemben példaként állított elénk. És közeledik is ez az ünnepünk, amit úgy nevezünk, hogy minden szentek, és ami arról szól, hogy vannak példaképeink, akiknek az élete segíthet minket abban, hogy felismerjük Istennek az útmutatását. Na, ilyenfajta életszentségre vajon hivatottak vagyunk-e? Nagyon könnyen mondja erre a katolikus ember azt, hogy én szent, ugye áldoz. Azoknak sikerült, én egyszerűen nem vagyok olyan jól sikerült valaki, hogy nekem erre az életszentségre törekednem kellene. Márpedig igen. Miért? Nem azért, hogy legyen bennünk ennyi tartás, büszkeség, és akkor mindjárt ott van a veszély annak is, hogy legyen bennünk annyi bűk, hogy igen, persze, hogy én is meg tudom csinálni, hogy majd szent leszek. Tehát nem ilyen értelemben, hanem mert az az út, amin el kell indulnunk, és amit vállalnunk kell, és aminek a nehézségeit vállalnunk kell, az nem lehet más, mint a szentévállás útja. Azt mondja Jézus, hogy aki engem követni akar, az vegye vállára a keresztjét, és a keresztjével kövessen nap, mint nap. És akkor ez a szentévállás útja. Aki ezt megtette, az szenté fog válni. És ugye ez nagyon fontos ismernünk a szenteknek a példáját, mert rengeteget tudunk tőlük tanulni. Ugye most október 12-e van, tehát október 7-én volt 23 éve, hogy Olaszországban meghalt egy fiatal lány, Chiara Luce Padano, akit 16. Benedek pápa boldoggá avatott. És én nagyon szeretem a középiskolai hittanórákon megnézni a rövid kis filmet az ő életéről, és akkor beszélgetni a megdöbbent középiskolás fiatalokkal arról, hogy ugye ez a lány 17 éves korában megtudta azt, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved. Volt az életének egy napja, amikor kihangsúlyozza a film, hogy 25 percet rászánt arra, hogy ezen elgondolkodjon, és a 25 percnek a végén igent mondott arra, és azt mondta, hogy ha te akarod, Jézus, én is akarom. És szenté vált. Tehát elfogadta azt, hogy ő neki most egy betegség keresztjét hordozni kell, és 18 évesen meg kell neki halni, ami nem egy normális dolog. Ugye? És szenté vált. Hát ennyi a szentévállás, hogy amit Jézus akar kereszthordozásképpen a vállunkra tenni, vagy keresztképpen a vállunkra tenni, azt fogadjuk el, hordozzuk, és szenté fogunk válni. Ennyire egyszerű. Na, persze nem volt neki. Neki se egyszerű elfogadni magát a tényt, és aztán elviselni mindazt a szenvedést, amit el kellett viselni. De most képzeljük el, amikor ő közben, amikor már tudja, hogy meg fog halni, azt mondja az anyukájának, hogy menj el fodrászhoz, mert tudom, hogy csak azért nem mész fodrászhoz, hogy nehogy az emberek azt gondolják, hogy nézd már, a lánya haldoklik, ő meg a frizurájával foglalkozik. Ezt mondja a haldokló 18 éves lány az anyukájának. Most gondoljunk bele, hogy emögött mekkora lelki erő van. Tehát ez az, amikor Isten azt mondja, hogy új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek, és ez a lélek nyilvánul meg, amikor valaki ekkora erőt tud tanúsítani. Az erősségnek, mint sarkalatos erénynek ekkora megnyilvánulását tudja mutatni.
Vagy amikor az anyukájával, meg a barátnővel elkezd beszélgetni arról, hogy hogy fogják őt felöltöztetni, mert amikor ő meghal, akkor Jézushoz megy, és Jézus mennyasszonya lesz. Milyen legyen majd az ő mennyasszonyi ruhája? Ez a szentté válás. Erre mindannyian hivatottak vagyunk. És akkor az utolsó része, tehát az egész sorozatnak, a hitismereti év alkalmából meghirdetett hitismereti napok sorozatának az utolsó témácskája, az egyház, anya és tanító. Egy kis Szent Teréz jut eszemben, akinek szinte az élete jelmondata volt, és nyilván egy nagyon hasonló valaki lehetett kis Szent Teréz is, mint Chiara Luce Badano. Az élete jelmondata az volt, hogy anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek. Ezt fogom tenni itt a földi életben, és ennek alapján törekszem a cél felé, amit Isten kitűzött nekem. Ugye megint csak mennyire egyszerű? Miként táplálja az egyház a keresztény ember erkölcsi életét? Tehát ezt erről szinte nem kell mondanom semmit, mert ha jól emlékszem, ez ugye Kelemen testvérnek a persze fölbeszélt az emberi közösségről, tehát Kelemen testvérnek az előadásában ez gyönyörű szépen kibontakozott, gyönyörű szépen elmondta nekünk, hogy az egyház, mint emberi közösség, miképpen szolgálja azt, hogy mi a keresztény erkölcsi törvényt megtartva törekedjünk a cél felé. Tehát az egyház az a közösség, ahol befogadjuk Istent, és az ő akaratának megfelelően igyekszünk élni, és ami ebben különösen fontos, hogy ebben egymást tudatosan támogatjuk. Tehát odafigyelünk egymásra, figyelmeztetjük is egymást, hogyha erre szükség van, és ezt is milyen szépen tudta Jézus szabályozni, amikor azt mondta, hogy ha véd ellened a testvéred, tehát észreveszel valamit a keresztény testvérednél, amiről biztosan tudod, hogy nem úgy kellene neki lenni. Tehát amit tett, az nincs összhangban az erkölcsi törvénnyel. Észrevettél egy ilyen valamit, hogy mit csinál a keresztény ember, nem szólok neki semmit, nehogy megsértődjön. És ezzel az üdvösségre vezető útját nehezítjük a keresztény testvérünknek ezzel a hozzáállásunkkal. Ehelyett azt mondja Jézus, hogy menj el, és mondd meg neki négy szem közt, ugye, négy szem közt. Tehát első nekifutása ne vigyél magaddal szövetségeseket, akik majd a te igazadat bizonyítják, hanem adj neki esélyt, hogy négy szem közt elismerje, hogy tényleg igazad van, vétettem, köszönöm, hogy fölhívtad rá a figyelmemet. Na de, megtörténhet, hogy nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy semmi között hozzá, hogy élek, kedves keresztény testvér, törődj a saját dolgoddal. Na erre azt mondja Jézus, hogy nem adjuk fel, ekkor fogunk két tanút, megkérünk két tanút. Mert ugye nekünk a keresztény testvéri közösségben vannak olyan testvéreik, akiket ilyen ciki helyzetekre megkérhetünk, hogy legyenek szívesek és segítsenek nekünk. És elmegyünk két másik keresztény testvérrel, és leülünk, és megbeszéljük, hogy nézd, kedves keresztény testvér, azt szeretnénk, hogyha üdvözülnél, függetlenül attól, hogy mennyire vagy szimpatikus nekünk, szeretnénk majd veled együtt lenni a mennyországban, hogy légy szíves, próbáld meg ezt a hibádat kijavítani, és mi szívesen segítünk neked. Jó? Nem jó. Megmondtam már, hogy ne foglalkozzatok az én dolgommal, tűnés innen. Na és ekkor meg kell mondani a keresztény közösségnek. Húha, ez meg mit is jelenthet? Mit jelent az, hogy megmondani a keresztény közösségnek, hogy azzal a testvérrel valami probléma van? Jaj, hát ez akár azt is jelenti, hogy el kell menni és megmondani a plébánosnak, hogy erről a valakiről tudjuk, hogy olyan dolog van az életében, ami miatt lehet, hogy nem lenne szabad megáldozni a vasárnapi szentmisét. Hát van olyan, aki ilyen szörnyűségeket be tudja vállalni? Elég nehéz dolog, nem? De meg kell tennünk, hogyha van bennünk annyi szeretet, hogy a keresztény testvérünknek az üdvösségét vagyunk hajlandók szolgálni. És hogyha végig léptük ezeket a lépéseket, hogy négy szem közt, két tanú jelenlétében nem hallgatott ránk, akkor az ő érdekében tovább kell lépnünk, és ezt a legnehezebb lépést is meg kell tennünk. De ugye nyilvánvaló, hogy nem lehet azzal kezdeni, mert akkor annak nagyon valószínű, hogy nem lesz eredménye. Tehát valakiről tudunk valami rosszat, akkor nem azzal kezdjük, hogy kibeszéljük a háta mögött, megbeszéljük, hogy nem szólunk neki, hogy megsértődjön, de imádkozni fogunk érte, és minél több embernek szólni fogunk, hogy neki van ez a hibája, hogy minél többen imádkozzanak érte, hát akkor majd üdvözülni fog.
Jézus nem ezt az utat ajánlotta, hanem azt ajánlotta, hogy szemtől szembe vállaljuk, hogy figyelmeztessük a keresztény testvérünket, ha valamiben lép a természetes erkölcsi törvény ellen, mert ez minket bánt, ugye? Szoktam így oda menni órán tanulókhoz, akik látom, hogy a mobilja jobban érdekli, mint az, amiről én beszélek, és akkor azt mondom neki, hogy légy szíves, kapcsold ki, mert engem nagyon kellemetlenül érint, hogy téged jobban érdekel a mobilod, mint az én előadásom. És van, aki kikapcsolja. Sőt, nagyobb valószínűséggel kapcsolják ki, mint hogy én messzire azt mondom neki, hogy rögtön kapcsold ki a mobilt. El lehet érni célokat így is, Jézus útmutatását követve, sőt, igazán célokat csak így lehet elérni. És akkor itt a legvégén kellene még egy kicsit beszélni arról, hogy az egyháznak is vannak parancsolatai, és ugye nem árt, hogyha újra és újra felidézzük az Anya Szent Egyház 5 parancsolatát, mert 10 parancsolatot azt mondjuk nagyjából minden keresztény ember fejből tudja, de az Anya Szent Egyház 5 parancsolata a következő. Vasárnap és parancsolt ünnepeken vegyél részt a Szent Misén, és tartózkodj a munkától, és az olyan tevékenységektől, amelyek akadályozhatják a napok megszentelését. Az előbb elmondottak értelmében kell figyelmeztetnünk azt, aki ezt nem teszi. Tehát aki, főleg, hogyha olyan ember, aki jártan is ér, aztán észreveszünk, hogy elmaradozik, ahhoz el lehet menni és megkérdezni, hogy van-e valami, amiben tudnánk segíteni annak érdekében, hogy továbbra is tudjon vasárnapi misére járni, vagy valami hasonlóképpen. Illetve, hogyha valakiről tudjuk, hogy hirtelen olyan munkát vállalt, ami nagyon eltávolítja őt a keresztény életviteltől, akkor azt az embert is szabad figyelmeztetni, hogy vagy készül olyan munkát vállalni, akkor szabad figyelmeztetni, hogy talán egy kicsit jobban meg kéne gondolni, hogyha mindenáron olyan munkát vállal, ami akadályozni fogja őt abban, hogy vasárnap szentmisére járjon, még ha többet fizetnek is érte, nem biztos, hogy neki keresztényként azt kell vállalni. Vagy végképp, ugye amikor ez elég gyakori jelenség, hogy valakinek a hétfő reggeltől szombat estig annyira tele van az ideje, hogy vasárnapra is még sok munka jut, akkor is valahogy megoldást kell arra találni, hogy a sok vasárnapi munka mellett is jusson azért idő Istenre, aki azt kérte tőlünk, hogy ezt a napot szenteljük neki. És hát ezzel kapcsolatban még sok mondani valóm lenne, de nem sokára kezdődik a mise, és már inkább misére megyünk, jó? Második parancs. Jaj. Bűneidet évente legalább egyszer gyógy meg. Azt hiszem, Didák testvér mondta ezt a nagyon érdekes dolgot, hogy ugye a szokásaink, hogy hogy szoktuk, meg hogy nem szoktuk, és akkor így éljük a hitünket, és akkor vannak, akik szoktunk gyógyni, persze, hát húsvétra, meg karácsonyra, duplán teljesítjük a normát. Azt mondja az Anya Szent Egyház, hogy egyszer kell évente gyógynunk, kétszer megyünk gyógyni. Hát jó keresztények vagyunk, nem? Ugye a normális az, hogy az embernek van egy megszokott rendje, hogy mikor megy gyónni. Talán a legáltalánosabb az, hogy havonta egyszer. Most ettől eltérő változat az, hogy amikor valaki olyan dolgot követel, amit nem szokott elkövetni, de nagyon terheli a lelkiismeretét, vagyis halálos bűnt követett el, avagy halálos bűnt követett el, akkor úgy rendkívüli módon is elmegy gyónni, mert hát ugye nem áldozhat úgy, hogy halálos bűn terheli a lelkét, vagy legalábbis a lelkiismeretét. Az végsősorban a gyónásban kell, hogy kiderüljön, hogy mi a halálos bűn. De előfordulhat az, hogy valakinek gyakrabban kell rendszeresen gyónni, vagy ritkábban. Azt mondja az Anya Szent Egyház, hogy a minimum az, hogy évente egyszer. Na most azért ebből is érdekes dolgok következnek, mert ugye vannak mindenféle ismerőseink, akiket mi különböző módon tudunk segíteni abban, hogy az üdvösség útján maradjanak valahogy. Tehát lehetnek olyan ismerőseink, akikről tudjuk, hogy legalább évente egyszer eljárnak gyónni. Hát akkor értük, ilyen értelemben imádkozunk, hogy legalább ez az évi egyszeri gyónás ne maradjon ki, és akkor ott maradtak az úton. Vannak olyan testvéreink, akik magukat kereszténynek tartják, mert voltam első áldozó, bérmálkoztam, még templomba is esküdtem, a gyerekeimet is megkereszteltem. Templomba nem járok, húsvétkor elmegyek, de gyóni minek, hát Németországban már mióta nem gyónnak, stb. Hogy viszonyulni hozzájuk, amikor ugye nyilvánvalóan azt a minimumot se hajlandó betartani, amit az Anya Szent Egyház megszabott, hogy ez a legkevesebb, amit meg kell tenned ahhoz, hogy az egyház téged
valamilyen módon a tagjának tekintsen. Hát ha vannak ilyen közeli hozzátartozóink, akkor értük mindenképpen fokozottan kell imádkozni ilyen értelemben, és figyelni a lehetőségeket, amikor megmutatják azt, hogy most lehet, hogy lehet velük beszélgetni arról, hogy is állnak ők a hittel. És nagyon jó, hogyha vannak olyan közösségeink, kis közösségeink, amikben ezeket a dolgokat, ugye nem a szent pletyka szintjén, meg majd imádkozunk érte szinten, de ezeket a dolgokat úgy meg tudjuk beszélgetni, hogy abból tényleg ima fakadjon. Közösség, közös ima azért az emberért, aki, hát ugye az egy elveszett lyuk a 99 mellett, akik a jó úton vannak. Nem, a valóságban nem ez az arány, de Jézus még ilyen optimista volt akkor, amikor ezt a példabeszédet mondta. Aztán a harmadik, az Eucharisztiát legalább húsvétkor vedd magadhoz. Hát ez magától értődik, ha valaki húsvétkor elmegy gyónni, akkor az talán elmegy a misére, és akkor már talán meg fog áldozni. De nem biztos. Negyedik. Az egyház által meghatározott napokon tartózkodj a hús eredeltől, és tartsd meg a böjtöt. Megint hosszasan lehetne beszélni arról, hogy milyen óriási eszköz adott Isten a kezünkbe, amikor a böjtre fölhívta a figyelmünket, és amikor arra szólított fel bennünket, hogy böjtöljünk. Hát gondoljunk arra, hogy Jézus, amikor megkeresztelkedett a Jordánban, leszállt rá a Szentlélek, a Szentlélek vezetésével kezdte teljesíteni azt a küldetést, amit az Atya adott neki, és előtte 40 napot böjtölt. Ő 40 napos böjtöléssel készült arra, hogy teljesítse az Atya akaratát. Hát azt jobban nem tudta volna megmutatni Isten, hogy mekkora erő van abban, hogyha, hát nem valószínű, hogy 40 napokat kell nekünk böjtölni, de hogyha legalább egy kicsit elkezdjük gyakorolni a lemondást. Kicsit tudatosabban és egyre tudatosabban. Ezt azzal szoktuk nagyon könnyen elkenni, hogy annyi bajunk van és annyi nehézségünk van az életben, hogy miért nem elég az az Istennek. Amikor azt mondja Isten, hogy böjtöljünk, akkor a tudatosan vállalt lemondásig. Most nekem ennyi jut, ennyi jó dolog jut az életből, szerintem ez kevés, de azért egy ilyen piciről még le tudok mondani. Na ez a böjtölés. És akkor itt most hadd említsem meg, hogy említettem már az elején, hogy vannak itt köztünk, akik nagyon messziről utaztak ide, az 3-4 óra hosszát utaztak, mire ideértek. És a plébános úr is említette, hogy ugye ez egy zarándok hely, és már nem akkora a lelkesedés a zarándoklatok iránt. Hát hadd kérjem meg azokat, akik nem Kisoroszról jöttek, vagy nem nagyjából arról a távolságról, hogy tapsoljuk már meg őket. Tehát 8 órát fognak csak úton tölteni, egy munkanapnak az idejét, hát ez lemondás. Tehát ez egy példa, amit köszönünk szépen. Tehát nem csak kisorosziak vannak, tudom, hogy nagykikindaiak, és onnan a környékről is, hát jó, na, szabadkaiak is, igen. Tulajdonképpen ez a taps most mindenkinek szólt, aki őszintén úgy érzi, Újvidékről is, ugye? Őszintén úgy érzi, hogy lemondást kellett vállalni azért, hogy eljöjjön, az most vegye tudomásul, hogy ez az, amire Isten felszólít bennünket, amikor azt mondja, hogy böjtöljünk, de azért, ugye ennek is megvolt a maga jutalma, hogy ezt a lemondást vállaltuk. És akkor lehetőségeid szerint segítsd az egyházat anyagi szükségleteiddel. Tehát, ha vannak itt pörsölyösök, akkor később majd hozzászólásaiban elmondhatják, hogy ez mit jelent. És akkor itt tulajdonképpen a végére értünk. Mi csak így összefoglalásképpen, tehát mind a két ferences testvér természetesen bőségesen emlegette a szeretetet, mint a hitünknek a legfontosabb tartozékát, belejáróját. Tehát Jézus azt is mondja János evangéliumának a 13. fejezetében, hogy arról ismerje meg a világ, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. És ugye itt nem csak a kedveskedő szeretetre gondol, hanem arra a szeretetre is, amikor keményen figyelmeztetnünk kell egymást, mert az is ugye a szeretetből kell, hogy fakadjon. És aztán az apostolok cselekedeteiben pedig egy gyönyörű részt olvasunk arról, hogy hogyan élt az első keresztény egyház, tehát az egyház, ami anya is tanító. A hívek mind összetartottak, és mindenük közös volt. Birtokaikat és javaikat eladták, és az árát szétosztották mindenkinek szükségéhez mérten. Naponta egy szívvel lélekkel ott voltak a templomban,
nem csak évente egyszer. Házanként végezték a kenyérszegést, örvendezve és a szív tisztaságával vették magukhoz az eleget. Dicsérték Istent, és az egész nép szerette őket, az Úr pedig naponta növelte az üdvözülendő számát. Ez a válasz arra a jellegzetes problémánkra, hogy ugye jaj, de kevesen vagyunk. Megint csak Isten ad erre választ, azt mondja, hogy ő hajlandó hozzánk vezetni az üdvözülendők számát, tehát akiket ő meghívott az üdvösségre, és akik felismerték, hogy változtatniuk kell az életükben, annak érdekében, hogy az üdvösség felé haladjon az életük, azokat Isten hozzánk akarja vezetni. Na most mire fognak ezek az emberek találni, amikor Isten elhozza őket hozzánk keresztények közé? Vajon olyan embereket fognak-e találni, akik szűnni nem akaró módon panaszkodnak egymásnak arról, hogy milyen problémáik vannak, és hogy ezek a problémák nagyon sokszor anyagi természetűek. Vajon az az ember, aki úgy döntött, hogy az üdvösség útján szeretne járni, milyen tanácsot kaphat ebben azoktól az emberektől, akik azt mondják, hogy hagyjál békében, mert nagyon sok bajom van, kevés a pénzem. Tehát ne olyan keresztények legyünk, akik az anyagi javak rabságából próbáljuk Isten örömhírét, evangéliumát hirdetni. Tudom, hogy nem vagyunk ilyenek, csak mondom, hogy ne is jusson eszünkbe, hogy ilyenekké váljunk. A panaszkodásnak az összes többi formája. Tehát amikor panaszkodunk a panaszkodásért, hogy legyen miről beszélgetni. Tehát nem azért panaszkodunk, hogy elmondjuk egymásnak, hogy van egy problémánk, amiben legalábbis imával tudjuk egymást segíteni, hogy ez megoldódjon. Ez nem panaszkodás, ez a megosztás. Tehát ez segítünk egymásnak a keresztjét oldani. A panaszkodás az, amikor már a hajunk szála is unja azt, hogy mi magunk mondjuk azt, hogy mennyi bajunk van, de akkor is mondjuk, mert nem tudunk másról beszélgetni. Tehát ilyen keresztények ne legyünk, mert ha ilyen keresztények közé küldi Isten azokat, akik üdvözülni szeretnének, akkor azok szegénykék meg fognak lepődni, hogy ja, itt is ez van. Aztán, ami a legfontosabb, tehát ha olyan közösség szeretnénk lenni, amelyik segíti a kapzsiság, kukarság, fogyasztói társadalom hazugságainak rabságában sínlődő embereket, hogy fölismerjék, hogy mi az egyetlen igazság, és mi az egyetlen értelmes cél az ember számára, akkor a legfontosabb, amit nem kell tennünk, ne ítélkezzünk. Ne ítéljük el elsősorban azokat, akik még nem tartoznak közénk, mert a kegyelemből kaptuk azt, hogy mi vagyunk azok, akik hiszünk. Ez nem a mi érdemünk, nem mi érdemeltük ki, nem mi választottuk Istent, hanem ő választott minket, hogy az ő küldöttei, az ő képviselői legyünk. Tehát ne ítéljük el azokat, akik most még nem tartoznak közénk, mert ha azt hallják rólunk, hogy mi ítélkezünk róluk, akkor nem fognak akarni közénk tartozni, ez eléggé valószínű. Ne ítéljük el egymást, és amit szintén ugye gyönyörű szépen hallottunk Kelemen testvérnek az előadásából, ne ítélgessük azokat, akik a vezetőink, az előjáróink. Hanem például Szent Kelemen pápának az útmutatása alapján, vagy például Szent Ferencnek, vagy olyan sok szentnek az útmutatása alapján, imádkozzunk, imádkozzunk és imádkozzunk azokért, akik az előjáróink. Tehát elsősorban az egyházban, a keresztény közösségben, a munkahelyen, de a szélesebb társadalomban, tehát az országban is. Köszönöm szépen a figyelmet!